drogfogyasztás és a drogfüggés egyre nagyobb probléma napjainkban. Ennél fogva a drogprevenció is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Egy nagyszerű példát mutatunk most meg Székesfehérvárról, hogy hogyan lehet megelőzni a drogozást. Jelentette az összes barátomat, családban egyáltalán nem állt velem szóba. Így a bűnözői karrierednek is befurcsolt, de biztos láttatok már ilyen piti bolti tolvajt, az lett belőlem. És a legvégén hajléktalan drogos lettem, akit így nagy évben kikerülsz az utcán. Találkoztuk problémákkal, mert az egyik szebb, okosabb, nagyobb, ügyesebb, mit tudom én. Az én családom ilyen, az övé olyan, és nekem meg kell oldani helyzeteket. Mindenkinek ugyanazt kell elérni. Ha én most sorban állítanám a titeket, és azt mondanám, hogy játszunk, de hát van egy kis feladat. A cél az az, hogy legyen egy normális életed. Oké? Okay? Szeretnéd? Tudod, csaj, kocsi, jó pasi, egzisztencia. Mindenki szeretne ilyet, nem? Szeressenek, fogadjanak el, de jó lenne. De hát hogy működik ez? Úgy működik, hogy itt beáll sorba, és én azt mondom, hogy jó van gyerekek, akkor lépjen hátra az, akinek tartós beteg van a családjában. Lépjen hátra az egyet, aki kisfaluban él. Lépjen hátra egyet, aki azt gondolja magáról, hogy hát nem ő a legszebb itt ebben a teremben. Lépjen előre az, akinek legalább két diplomás van a családjában. Lépjen előre az, aki már most beszél egy nyelvet, legalább félig. Nem indulunk egyformán sérkel. 10 év kábítószerezés van mögöttem. Kipróbáltam mindenféle fajta kábítószer, mindenféle fajta formában. Volt egy pár év, amíg élveztem, volt egy pár év, amíg jó volt, és volt nagyon sok év, amikor már nem élveztem, és nem volt jó. A Hunyadi Szakgimnázium diákjai kaptak egy erős dózist a drogfüggés mélységes bugyraiból, a függés kialakulásának okairól és a következményeiről. Az Egészségdok Addiktológiai Központ és Serdülő Krízis-centrum, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság, valamint Székesfehérvár városvezetése közösen szervezte az előadásokat. A sorozatban közel 500 fehérvári diák figyelmét hívták fel a bűnmegelőzési szakemberek és az alapítvány munkatársai a drogok, valamint az új pszichoaktív anyagok fogyasztásának veszélyeire és következményeire. Az Egészségdok Közhasznú Alapítvány nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalokat elérje. És ugye mivel szenvedélybetegséggel foglalkozunk, és mi azt nagyon jól tudjuk, hogy ez mindig 10 éves korba kezdődik. Ezért minden alkalmat megragadunk, hogy minél több diákhoz eljussanak azok az üzenetek, amik számukra hitelesek. És ezért viszünk olyan fiatalokat magunkkal, meg olyan kollégáink is vannak, akik felépülő szenvedélybeteg, tehát maguk átélték ezt. És úgy tudnak első kézből erről infót, elmondják a jó részét is, meg a rosszat is. Tehát nem csak azon, hogy rossz, hanem az, hogy miért volt jó, és annak mi a következménye, mert ugye a következmény a lényeg. És most a rendőrséggel, a Fejér megyei kapitánysággal közösen csináltunk egy ilyen programot, mert ők egy pályázat keretében ezt megcélozták, mi meg ugye szívesen kapcsolódtunk hozzá. Mi magunk is járunk iskolákba, tehát mindenféle felkérésnek próbálunk eleget tenni itt Fejér megyébe, mert ez nekünk egy ügy, ami mögé szeretnénk állni. Röviden összefoglalva az előadás legfőbb mondanivalóját, minél előbb meg kell tanulni nemet mondani, nem belemenni olyan helyzetekbe, ahol engedünk a nyomásnak. Szintén lényeges, hogy a drogok gyors kiutat biztosítanak nehéz helyzetekből, szorongást okozó szituációkból. Cserébe viszont, ha drogokat használunk, nem tanuljuk meg kezelni azokat az élethelyzeteket, amelyek által felelősségteljes felnőtté válnánk. Egészséges életmódra próbálunk koncentrálni. Östör Anna Mária, Székesfehérvár egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatóság tanácsnoka elmondta, hogy nagyon sokan próbálják ki a drogokat. A feladat legfontosabb része az, hogy belőlük ne fájjanak függők. Összegyűjtöttük azokat a szereplőket, akik érintettek a megelőzésben, a kezelésben, akár az illegális drog terjesztésének megelőzésében, és
mi egy helyszínt adunk nekik, ahol megismerhetik egymást. Tehát nem véletlen, hogy a megelőzést folytató szervezetek föl tudják venni a kapcsolatot az iskolákkal. Mi ebben is segítünk. Kocsis Sándor 26 évig volt drogfüggő. Ez idő alatt megjárta a legnagyobb magasságokat és a legdurvább mélységeket. Neki az segített a probléma felismerésében, hogy észrevette, teljesen elmagányosodott. Az elég gáz, amikor már a legjobb barátok, sőt, akinek tartozok, 500 000 forinttal, meg 300 000 forinttal, meg stb. A mai napig, azok így elkerülnek az utcán. Szekeres Márk már általános iskolás korában drogokhoz nyúlt, és középiskolás korára masszív felhasználó lett belőle. 17 éves koromban volt egy olyan pont, hogy édesanyám meghalt, akkor utána megpróbáltam leállni a szerekről, elmentem egy pszichiátriára, és mondtam, hogy segítsen. Hát segítettek, ben voltam pár hetet, kaptam gyógyszereket, nem bírtam aludni egyáltalán, elvonás tüneteim voltak, kaptam gyógyszereket, és akkor így jól voltam mondjuk egy évig. Szedtem azt a gyógyszert, amit kellett, nem annak hoztam, befejeztem a sulit, és akkor az így jó volt, itt voltam én 18 éves, de hogy azt követően újra visszaestem, és újra ugyanazt csináltam, amit az előtt, csak még nagyobb mennyiségben, még mélyebbre kerültem, és elmentem újra a pszichiátriára, csak ott már nem csak a drogok miatt, hanem gyógyszertüggő is voltam, ezt hívjuk is elváltásnak, tehát már gyógyszereket használtam, mert már elkezdtem el pihálni, és én mindig viszonyultam közül a drogokhoz is, és mehetszem mind a három használtam. Ekközben nyilván erre a pénzt meg kell tenni, mert dolgozni nem tudtam. Hát, Márk illegálisan szerezte meg a szenvedélyéhez szükséges pénzt, közben rendszeresen kellett pszichiátriára járnia, de egy idő után már oda sem engedték be. Utcára került, elfordultak tőle a barátnai és barátnői. Ekkor döntött úgy, hogy lejön az anyagról. Az előadás során Gönczi Gábor párhuzamot vont a dohányzás és a drogozás között, hiszen a dohányzás is függőséget okoz, csak éppen legálisan. Mint megtudtuk, a jelenlévő mintegy 80 diák közel fele dohányzik. Tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy bármikor oda tudja hagyni. Na, ez már kevesebb, ugye? Hát ugye az a baj ezzel a dologgal, és nyilván nem véletlenül említem meg a dohányzást, mert nagyon jó analógiája annak, ugye a drogokkal is így van ez egy picit, hogy így elkezdtek dohányozni, de valójában én nem gondolnám, hogy ez gond lenne, vagy ez baj, meg igazából van ennek is egy jó része, meg egy közösségi élmény, meg kimegyünk, meg a haverokkal, meg így mások is csinálják, szóval hogy így ez ilyen felnőtt dolog. A tinédzserek számára szintén érdekes és elgondolkodtató volt, amit a randizásról és a szexualitásról mondtak az egykori drogfüggők. Kamaszok vagy prepubertások egyszer csak észreveszik, hogy a világ nem kerek. Ugye, beindulnak bizonyos dolgok. Hát ugye rájövök arra, hogy valaki szebb, okosabb, ügyesebb, én is akarok valami jó csajt, a szex is érdekel eléggé, a lányok szeretnének szépek lenni, a fiúk is szeretnének, ne aggódj, ugyanint állnak a tükör előtt. És mit mondanak közben? Kitöltek el? Nem érdekel, akkor miért állsz egy órát a tükörödet reggel? Dehogy nem érdekel, érdekel, hogy mit gondolnak rólad, hogy nézel ki, nagyon fontos. Szorongás, gátlások jönnek. Jönnek a pattanások, ez az amaz ember nézni, hogy a cicim túl nagy, túl kicsi, mit tudom én, a pornót nézik a fiúk, és elkezdik látni, hogy ekkora, nekem nem jó. Tök hülye hangzik, és amikor majd először lesz egy randid egy lányal, akkor majd így nézed, hogy tök nem úgy viselkedik, mint egy pornosztár, és fogalmam nincs, hogy mit kell neki mondani. Kijöttem a rehabról, találkoztam egy lányal, gyönyörű volt, gyönyörű szép szem volt, találkoztam nála a nyugati téren, nagyon-nagyon nagy tervet szőttem, egészen a Vajda Hunyadváráig elmentem vele, az egy szép hely, Városliget, Vártó, tök romantikus vagyok, nem? Na, elmentünk oda, és közöltem vele, hogy eddig szólt a terv, most mit kell csinálni? Tehát körülbelül így tudtam a dologról, hogy el kell menjünk szép helyre, mit tudom én, tök jó, meg minden is van, ugye 300 forint volt a zsebemben. Gondoltam, hogy ez nem annyira vonzó, hogy elmondom, hogy hát figyelj, én most jöttem a rehabról, egy vasam nincs, de majd jó lesz, nagy lesz, ne aggódj egy percig se. Én vagyok az életed pasia. Hát elég nehéz ezt eladni, tele voltam szorongással, gátlással,
nagy pofám az volt, de mögötte meg nagyon izgultam. A program szereplői mindannyian volt függők, akik jelenleg az egészségdok munkáját segítik. Ők a drogos szubkultúra legszerencsésebb szereplői. A fiatalok főképp általában azt látják ebbe, hogy drogozni ugye jó, mert jó érzést ad, mert buli, mert menő, meg mit tudom én, de a vége az tényleg mindig ugyanaz. Három véget szoktunk megkülönböztetni, börtön, intézmények, tehát rehab, vagy halál. Nincsen más vége, nincs más út. Nekem szerencsére a rehab jutott. Vilmostól még filmajánlót is kaptunk. Aki nem jut el egy hasonló rendezvényre, annak érdemes megnézni a drogfüggést leghitelesebben bemutató filmeket. Ha drogos hiteles filmet szeretnétek nézni, vagy tudnék ajánlani, akkor kettő van. A Csodálatos fiú, ami most jött ki nemrég a mozikba, meg hát nekem a Kosaras naplója az, ami rettentő jól bemutatja így a drogos életet. A Kosaras naplóját azért emelem ki mindig, mert van egy prostituált az elején, aki nagyon anyagozik, a lépcső szélén ül, és nagyon le van pukkanva, és vannak a srácok, akik még ugye az elején vannak a sztoriba, és leszólják, és beszólnak neki, és lenézik. És a film végére ugye a prostituáltból lesz egy normális életet élő hölgy, a fiúból meg ugye lesz a szobában bezárt drogos. Tehát hogy ez az élet hogy változik, és hogy mennyire meg tud recsenteni pár év kábítószerezés egy embert. Meg lehet mondani a fiataloknak, hogy ne drogozzanak, mert az rossz, de ez önmagában kevés. Az Egészségdok programja viszont minden lényeges részletet elmond a függésről. Maguktól az egykori érintettektől jönnek az információk. Ennek köszönhetően a program rendkívül hatékonyan működik. Ahogy a példa is mutatja, a rablóból lesz a legjobb pandúr. Akinek esetleg problémája van, vagy akinek a gyerekének esetleg problémája van a drogozással, vagy ez felmerül egyáltalán a családban, annak javaslom, hogy menjen el az Egészségdokhoz, és beszéljen valamelyik szakértővel. Érdemes.